Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakmagazinban. Varga Péter nagymesterrel, edzőnkkel és barátommal azt szeretnénk az önök becses tudomására hozni, hogy a mai adásunkban, hogy megyénk fiataljai hogyan vitézkedtek a Diákolimpia egyéni és országos küzdelmeiben. Ezen túlmenően természetesen még különböző partikat is szeretnénk bemutatni a megyes sakkéletéből. Természetesen olyan partikat, ahol a megyes sakkozói saktudásukról tettek tanúbizonyságot a 64 mezőn, tehát először is a Diákolimpia. Mint minden sportákban így, a szellemi boxban, a sakban is minden évben megrendezésre kerül a Diákolimpia országos döntője, ahol a megyei bajnokok jogosultak elindulni. Először is az egyéniekről. A tavalyi évben egy érmet tudott szerezni a megye, a nagyhalászi Orosz Eszter volt bronzérmes, egyébként a Krúdi Gimnázium tanulója Nyíregyházán, volt bronzérmes az egyéni küzdelmekben. Bronzérmet szerzett a megye idén is, a kisvárdai Jánbrik Roland a legnagyobb fiú küzdelmében tudott bronzérmet szerezni ezen túlmenően még nagyon sok értékes helyezést értek el megyénk fiataljai. Tudni kell ugye, hogy a, a, mezőnyök általában 25 főből szoktak állni, és egy ilyen országos mezőnynek az első felében végezni már igen komoly sikert jelent. Egy érmünk volt, ezen túlmenően négy fiatalunk is ötödik helyezést ért el. Nemrégiben, egy pár évvel ezelőtt Gulyás Ferenc tanár úr kezdte felvirágoztatni Csenger és Máté Szalka körzetében a megye ifjúsági sakkéletét. Ez egyre eredményesebb lett, hiszen két tanítványa is ötödik helyezést ért el az országos versenyen, egy fiatalember és egy fiatal hölgy. A fiatal hölgy Pap Regina volt, a fiatalember pedig Juhász Ermond. Volt még két ötödik helyezésünk is. A, a fiatal emberek, akik ötödik helyezést értek el, azok természetesen ők is komoly versenysakkozók már. Görömbei Bálint lett ötödik az országos egyéni döntőn, aki a Piremon csapatának a sakkozója, és azt hiszem az apácaiba jár. Az aranyba. Bocsánat, Arany Az János Gimnázium jános. és Általános Iskolába, és ötödik helyezést ért el a fiú ötös korcsoportban a Betlen Gábor Gimnázium és Általános Iskola tanulója Halas Csák István is. Volt mellette még egyéb más szép helyezésünk is, volt hetedik helyezésünk, ki is volt Péter? Hát... Uh most így hirtelen ezt a jobban meg tudnád mondani, de a 7., 8., 10., 11. helyünk volt. Tehát 7. helyen végzett a Nyíregyházi Sportcentrum sakkozója, aki a Betlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium tanulója Gyöngyi Eszter. nagyon Hú. ügyesen és jól játszott Eszter, de ugye a lány négyes korcsoportban. És hát amit ugye tudni kell, hogy ketté van szedve, tehát a Diák Olimpia, van egy értékszámos úgynevezett tehát a, a profi szoport, csoport, nemzetközi értékszáma rendelkeznek. És van az amatőr csoport, ugye, ahol sikerült ezeket a kiváló eredményeket elérni. Azt kell tudni, hogy ezeknek a játékosoknak is már van élőjük, csak ugye később szerezték meg, és amikor elindult ez az egész versenyrendszer, akkor még nem volt élő. Tehát úgy szól a versenyszabályzat, hogy amikor elkezdődnek a küzdemek, írják a Diákolimpiát, ha akkor még nincs nemzetközi értékszáma, úgynevezett élője, élő értékszáma, ezt a nemzetközi értékszámot egy usa szakadt hazánk fiáról élő Árpád professzorról nevezték el, mert ugye ő volt ennek a kidolgozója. Tehát aki időközben értékszámot szerzett, az még amatőrnek számít, és több ö, szép helyezést elérő játékosunk is értékszámot szerzett, már ugye a, a Görömbei Bálint, a Gyöngyi Eszter, a nyol... Halasság is, Halasszkámpista is, is, is. Nyolcadik helyen végzett még a Sivadó ö, hát, Márton van, bar Barnabás. Bar -Barnabás ő neki van már értékszáma? Neki még van, nincs. nincs de szerintem hamarosan lesz. Időkérdése, mert nagyon ügyes. Is nagyon sokat fejlődik és nagyon szépen játszik, úgyhogy és mindenképp én úgy gondolom, hogy, hogy egyre több játékosunk kerül a versenyrendszerbe így be, és a FIDE számosok között sokkal nehezebb ilyen eredményt elérni, azt kell, hogy mondjam, de de, de vannak játékosaink. Visszatérve a helyezettekre, a tavalyi bronzérmes orosz Eszter hát idén többet foglalkozott a tanulással a Krúli gimnáziumban, mint a sakkal, de megmutatta a tudását, még azért befutott a tizedik helyre, és volt még egy tizenegyedik helyezettünk is, Varga Mira Adél személyben, akinek a sikerének te, mint apa is örülhetél, nem csak mint tanár. Há, mindenképp, meg ugye első ilyen országos bajnoksága volt, Milánnak ilyen diákolimpiára most jutott ki először. Visszatérve viszont orosz Eszter tehát ő ugye a Krudiban tanul, de most már a Betlen Gábor iskola tanulója, tehát ő, ő tavaly évközben váltott iskolát, tehát ennyi picit, hogy, hogy a Betlen Gábor iskolának szerzi már ezeket a kiváló a, eredményeket és, a és a, kiváló eredményeket. Igen. A csapat küzdelmekben sem voltak eredménytelenek megyénknek a fiataljai, de a nemek közti arány erősen eltolódott a hölgysakkozók irányába, fiúsakkozóink nem tudtak első tízbe kerülni egyetlen korcsoportban sem, a csapatküzdelmekben, a lányok viszont rendkívül eredményesek voltak. A csapat Diák Olimpián értékszámos és értékszám nélküliek egyaránt részt vehetnek az iskoláknak a csapatában. A Középiskolás lányok között tizedik helyen végzett a Krúdi Gimnáziumnak a lánycsapata, ami azt hiszem elég fényes siker, annak is a tükrében, hogy csupán egyetlen játékosuknak van nemzetközi értékszáma. A, az imént említettem az egyéni eredményeknél, hogy a már nyugdíjba ment Gulyás Ferenc tanár milyen sikeres a megye Szatmár környéki részén. Az ő munkájának volt köszönhető, hogy igen szép helyre, ötödik helyre futott be a Máté Szalkai Széchenyi István általános iskolának a, az alsós lánycsapata. A lánycsapatot, a már említett egyéni helyezést is elérő pap Regina vezette, tehát mindenki nagyon szépen küzdött a lánycsapatban. A felsős lányok pedig nagyon szép helyezést értek el, ezüstérmet szereztek a, a küzdelemben. A nagyhalászi csuhanta, a baptista általános iskola lányai érték el ezt az igen szép sikert. Az első táblán az egyébként magántanuló, igen tehetséges női fidemester, Demeter Dorina, ha jól emlékszem, csupán egyetlen döntetlen adott le, az összes többi partiját megnyerte. Igen eredményes volt a második táblán Szabó Luca, és a harmadik táblán is hozta magát Nagy Dorina, valamint Bor Boglárka is. A négy lánynak a, a az összetartásából és válvetve küzdéséből alakult ki ez az igen szép siker, ez az ezüstérem. Hát meglátjuk, hogy a következő években sikerül-e még fényesebbre váltani ezt az érmet, illetve ezt a szép helyezést megtartani. A az előző adásunk óta sem az NB2 küzdelmeiben, sem a megyei csapatbajnokságban forduló lebonyolítására nem került sor, úgyhogy azt szeretném tisztelt nézőinknek javasolni, hogy sakkozzunk. Megkérném Péter nagymestert, hogy az NB2 küzdelmeiből mutasson be nekünk igen tanulságos és élvezetes partikat. Tehát világosan Hibján Tamás játszott, ő a sportcentrumnak a játékosa, Szabó Zsolt ellen, aki ugye a a bajnokság kiskola játékos a Debrecenben. Ugye világosan egy nagyon szolid visszafogott megításunk látni, viszont nem beszédtelen, és hogyha a fekete ott, mint ahogy itt a partiban látjuk, majd hibázott, meggyengítette gyakorlatilag a saját állását, onnantól kezdve gyönyörűen használta ki Tamás ezt, a, ezt a hibát, és ezt érdemes megnézni, hogy hogyan gyengül el egy pont mező figura, hogyha, hogyha ugye egy gyalogot megtolunk. Világos a 4 kezdett Tamás, amire C6-tal folytatta sötét, ugye d 4 megszerezte a centrumot, világos, és d 5 fekete, ugye szembe állt, ugye a karokan védelem egyik alap, ugye a legalapvetőbb állásában vagyunk, ugye itt igazából három lépés van, ami a legjobb lépés, ugye 20 c 3 mal fejlődés, e 5 játsszák, ugye betolják a gyalogot nagyon sokan most, és az e 5 d a harmadik lépés, a többi az ilyen mellékváltozatként szokott előfordulni. e 5 d tel folytatta világos, amire c 5 d tel visszaütött fekete. Ugye itt C4 a főváltozat, az egyik, a másik pedig futó D3, egy szolid visszafogott fejlődik fehér, tehát de nagyon jó stratégiával lehet ezt játszani. Ezt az Fischernek volt a kedvenc ez a futó D3-as És egy jó lépés, ugye nehéz, nehéz. Tehát, hogyha fekete lép egy-két pontatlant, akkor hirtelen előnybe fog kerülni, világos. Tehát futó D3 érkezett, amire Huszár C6-tal fejlődött fekete, C3-mal fejlődött, megvédte a D4 gyalogot, világos, Huszár F6-tal fekete. Huszár takta aki futó F4 következett, ugye, itt futó G4 a főváltozat, ugye amire vezér B3 szokott érkezni, úgyhogy ezt nem akarta a fekete, és akkor kicsit benne is ragadt ez a C8 futója, tehát nem véletlenül ez a legjobb lépés, futó G4 fekete, itt e 6 bezárta ezt a futóját. Ez egy magabiztosabb lépés, viszont viszont, viszont sokkal passzívabb, sokkal védekezőbb álláshoz, állásba kerül így sötét. Tegyük hozzá, hogy a megítás azt is hozzá kell tenni, hogy Hibján Tamás mesterjelölt a, az MB2 közdelmeiben már egy eléggé jól ismert és az ellenfelek által meglehetősen tisztelt játékos, tehát Szabó Zsolt mesterjelöltnek a megítás talán az is befolyásolta, hogy fél Tamásnak a játékereitől, és kissé passzívabban akarta kezelni, masszívabban kezelni az állást, talán ez is lehet. Lehetséges, lenne. igen, igen, igen. Huszár F3-mal folytatta világos, amire futó elhéttel ugye fejlődött fekete, elsáncolt fehér, fekete is, ugye királyát biztonságba helyezte, bástya -e egy következett, ugye a félig nyílt vonalra, Helyeztem az E5 pontot a akarja megszerezni? Az E5 pontot szerezzük meg, igen. A6-tal megindult fekete, amire Huszár e el, ugye azonnal centrumot elfoglalta világos. Huszár üti E5 következett, amire futó üti E5 jött. Ugye itt valószínűleg ez a Huszár E8 nem volt a legjobb lépés, itt objektív valószínűleg futó D7-tel ki kellett volna fejlődni, de még nem vészes ez a 28 lépés, ugye, amivel folytatta fekete, de, de egy kicsit passzívabb terv. E8, amire 20 D2-vel ugye utolsó könnyű tisztét is kifejlesztés. itt egy nagy stratégiai hiba következett, feketével ugye F6-tal, a centrumban lévő futót megtámadta, és elzavarta, de ugye, ha megnézzük, mögötte, vagy mellette, az f gyalog mellett az e gyalog nagyon elgyengült. Ugye, amíg f volt a gyalog, addig gyönyörűen védte, meg a C8 is, de ugye ott a bástya az elvonalon és hogyha még egy tisztel majd megtámadjuk, nagyon-nagyon nehéz lesz azt védeni. Hogy is tanított a Nímzovics nagy nagymester az előörsről írt munkájában? Tehát az a nyugtalanító a hat, kiprovokálja a gyalog Igen. előrelépését, és ezáltal a, a nyílt vonalon, félig nyílt vonalon lévő gyalog, itt jelen esetben az e -hat gyalog, nehez nehezen védhetővé Igen. válik. Tehát kiprovokálta ezt az F6-ot, és, és ez stratégiai hiba. Futó G3-mal bent ugye világos, Huszár D6 következett, amire vezérel kettővel, ugye megint nyomás alá helyezte azt az elhagyalogot. És futó D vezérel kettő. Tehát, hogy nem jöhet E5 felszabadító lépés. Nem, azt megfogjuk, és elég sokkal, és futó D7-tel ugye, hogy fejlődjön, és utolsó tisztjét is kihelyezze. Fekete, ez viszont szinte egy gyalogot vesztett, mert Huszár B3 következett, ez egy nagyon erős lépés. A Huszár C5-re kívánkozik. c 5 re megy, és oda is fog menni, ugye ezt egyedül B6-tal tudná valahogy megvédeni, vagy a Huszár F7-tel azonnal, lehet, hogy talán az lett volna a legjobb Huszár F7, és akkor ott, ott a, ha a Huszár c jönnek a futőti c mert ugye B6-tal meg futőti A6-tal az a A6 gyalog maradott. Ám mindesetre ez a Bástya C8 egy ilyen kamikáze módon érkezett, de az nem volt jó lépés. Ugye itt Bástya C8, ugye egy minőség áldozatot tervezett fekete. Bástya C8 után érkezett Huszár C5, amire Bássa C5-tel ugye úgy gondolta, hogy a nagy centrumban lesz sötétnek, tehát beáldozta ezt a Bássát, amúgy az elhagyja a gyakorlatilag leütni, és akkor azt fel lehetne adni. Igen, tehát ha az E6 gyalogot sötét elveszti, akkor onnantól még, még ellentámadási esélye. is. Igen. Tehát onnantól kezdve már tényleg csak alkalmi esélyeket leshet sötét, úgyhogy Isten. inkább akkor minőséget áldozott, és ahogy mondod, hogy abban bízik, hogy akkor megindul a centrumban a gyalogokkal az F6, E6, E5, D5 gyalogokkal, és mögöttük nagyon erőssé válhat akár a tisztjáték. futópár, és a 20 a huszára könnyű tisztjáték. És amíg a bászságnak olyan nincs nyílt terepe, addig még nem jön ki az előny, ez a minőségelőny. Tehát ott meg kell nyitni majd az állást. Bászsi üti C5, amire d 5 C5, ugye huszár F7-tel visszament a fekete huszár, és B4-je ugye megvédte ezt a C5 gyalogot, E5 következett, ugye f 3, nem engedjük meg, hogy visszaszorítsa a futómat, e 4 el f3, következett bástya e8, hát ugye ezt a futóval visszamenni és ugye valahogy előre vinni a gyalogokat, vezér c2 egy nagyon jó lépés, ugye gyengítést hoz létre a fekete állásában, támadja a h7 gyalogot, hogy vezér c2 után g6-tal tovább gyengítette fekete az állását. Tehát vezér C2, G6, bástja A-ról D1-re, ment ugye azonnal, így viszont a D5 gyalog gyengült meg egy picit. Ugye vezér C8 következett, amire pedig A3 érkezett. Itt esetleg C4 is számításba jöhet, vagy ugye vezér A2, vagy a parti futó F8 érkezett. És egy nagyon-nagyon jó terv következett futó F8 után ugye vezér A2, és ugye erről beszéltünk, hogy megvan a gyengeség a fekete állásban, a D5 gyalog. Futó e ugye ezt megvédte, és futó C2-vel, ugye futó B3-mal, hirtelen három figurával támadnánk ezt a D5-öt, és megérkezett D4, ugye ez egy felfedéses támadás, de futó B3-mal kiszedtük a jó figuráját, amire d 5 C3 következett, és erre egyszerű bástya c 1 azt visszanyertük, azt a C-gyalogot. A5, ugye megpróbál belekötni, természetesen ezt nem ütjük le, hogy áll a gyalogszerkezetem. Bástyúti C3 következett. Tehát most nézzük meg azért, hogy ha lecseréljük a világos mezeű futókat, akkor onnantól kezdve nincs ö, centrumbeli nagy gyalogtúlsúlya a sötétnek a sötétnek a sötét mezeű futó színén marad az f gyalog, az e gyalog, nem tud igazából gyalogokkal előre rohanni, és nagyon komolyan fenyeget már világosnak a vezérszárnyi gyalog többlet mozgósítása. Hát igen, ott van a plusz gyalogja, ott kell játszani, ugye többen vagyunk, ezt szokták mondani, ezt szokták tanítani, úgyhogy egész egyszerűen ugye Audi, B6 következett, vagy Auti B4, ugye leütötte a B4 gyalogot fekete, auti B4-je lesz visszaütötte, világos, ugye visszajütötte fehér gyalog ezt a feketét, és B6-tal ugye tovább próbálta gyengíteni azt a c gyalogot, de ezzel csak ugye sikerült egy még erősebbé tenni ezt a C gyalogot. B6 következett, amire bástja erről C1-re, tehát a, a C -vonalon nehéz menjünk, a C-vonalon, ahol elindítjuk. támogatjuk a megfutó szabadgyalogot, gyalog, szabó szabógyalogot, Igen. szabadgyalogot. b C5 következett. Ugye b C5. Futatjuk a szabadgyalogot. A most Huszár d 8 al ugye egy picit megpróbálta ezt megfogni. Futó h 4 gyel ugye egy újabb gyengesség F6 felé próbált ugye gyengítés létrehozni. Futó H4, amire király F7, C6, ugye mentünk előre, és vezér C7-re, hogy nem menjen még előre az a gyalog azonnal, futó F2, ugye azt is tudni kell, hogy a legrosszabb blokkáló figura az a vezér, tehát sokáig az nem fogja megtartani azt a C gyalogot, futó D6 következett, amire futó D5 érkezett, és király G7-re, pedig vezér B3, ugye váscsa E7-re, pedig futó B6, ugye miről beszéltünk, eltüntettük a blokkáló figurát, vezér C8-ra, pedig C7-tel kapitulált fekete, és muszáj volt, hogy feladja, nem tudott már jót lépni. Mert ugye el kell lépni a, a lóval, mondjuk F7-re, is erre futó üte hat, bástya üte hat, és, vezér vezérüti E6. vezér e és, és a C8 vezér megérkezett, felnevelték a, gyalog, a Ő királynői fenségévé változik. Ez át. egy stratégiai parti volt, nagyon, 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 jól játszott a világos, ugye a fekete gyengességeit nagyon szépen megtalálta. Feketének ugye muszáj volt, nem volt muszáj minőséget áldoznia, de utána nagyon szépen használta ki, meg ugye az F6 hihetetlen stratégiai gyengítést okozott az E6 gyalog Saját táborában feketének ugye az na nagyon szépen tudott rájátszani, világos. Tehát ez egy nagyon jól felépített, nagyon egységes jó parti, egységes parti volt. Tehát világosra játszott Kovács Gergely, és sötétte volt Balóta István, ugye itt szintén a Bajnokság Kiskola ellen játszott, ez az utolsó táblán történt, nagyon érdekes és stratégiáleg ismét kiváló partit láthatunk és ismét egy karokan védelmet, csak most fekete fog nyerni ebben az állásban. e 4 kezdett világos, ugye C6-tal folytatta sötét, d 4 el világos, D5-tel, ugye fekete a centrumot elfoglalta, és E5-tel, ugye betolta ez a betolós karokan védelem, amire futó f ugye ezt a futót kihelyezte, sötét, Úgyhogy ugye utána akkor -e elhatott lépni. Ugye az előző partiban már láttuk, hogy nem jó, hogyha benn marad az a C8 futó. Érdemesebb, hogyha ezt kihelyezzük, ezt a futót. H4 következik. Ez egy ilyen Kamikáza lépés. Sok taktikus játszotta ezt, de én úgy gondolom, hogy talán, talán ennél vannak jobb változatok is. De minden meglepetésnek nem rossz. H5 az egyik lépés, és ugye H6 a biztosabb lépés. És G4 de itt sokan lépnek futó d futó H7, szintén egy normális lépés. Itt a főváltozat az E6 lett volna, és ugye F füti E6-ra pedig ugye F4, és akkor az az F8 futó törökre ott ragad. H5 futó D3, 20 F3-mal nagyon-nagyon nehezen lehet kiszedni, sőt nem is nagyon lehet kijönni ez az F6, F8 futóval. Tehát ez szokott itt történni. Most G5, ez gyakorlatilag amiről beszéltünk, ez egy stratégiai hiba, ugye, mert az F5 pontot totálisan elgyengíti, és igazából itt, hogyha lépnek, akkor vagy E6, vagy H5, vagy f 4 el kellene eljönni. Ezzel gyakorlatilag az F5 pont örökre ott maradt feketének is. Itt én úgy gondolom, hogy szinte már jobban áll egy picit. Tehát ezzel a lépéssel. Hát ugye, hogy folytatta akkor a, a sötét figurák vezérletét a nyiregyházi matematikai doktor? Igen. Én csak matek professzor. Matek prof jönni, professzori győzelem. e hogy... gyönyörűen fejlődött, ugye, hát most az alap ötletek, ugye e ugye kinyitotta a fekete futónak az átlóját, Huszár C3 következett, fejlődött Világosan mire Huszár E7 jött, és Huszár F3-ra pedig Huszár F5-tel, ugye szépen a gyenge mezőt elfoglaltuk, ahol a Huszár ugye a D4 pontra is nyomás gyakorol, és esetleg majd a H4-re is futó, D3 következett, amire Huszár D7-tel fejlődött. Fekete, nagyon jó lépés, vezérel 2, és futó E7. Következett, ugye ez megint a G5 gyalogra játszott rá, G üti H6-ra pedig Huszár üti H6 jött, amire ugye Bástya g 1 el most megpróbálta ugye itt megtámadni azt a G7 gyalogot, futó üti D3, nagyon jó lépés, vezérüti D3 következett, és Huszár F5-tel, ugye most már elzavarhatatlan szinte ez a bázis huszár. huszár bázis bázis huszár huszár. érkezett, és ugye itt jön ki az, hogy gyenge mezőket, ha elfoglaljuk a tisztekkel, akkor ugye, és nem tudjuk onnan elzavarni, akkor azt nevezzük ugye gyenge pontnak. Most ez a huszárnak természetesen erős, igen, egy erős bázis. Futó G5-tel próbálta cserélni a figurákat, megérkezett G6, Ugye amire bástya G4 jött, hát itt egy taktikai motivummal lehetett volna, ugye Huszárüti H4-jel gyalogot nyerni, hát az is egy jó lépés lett volna, de a bástya H5 is egy nagyon szép lépés volt. Ugye itt is a fehér mező gyengeségét használja ki, bástya H5 következett, amire vezér D2, és még mindig Huszár üti H4 az egy gyalogot nyerhetett volna a kis taktikával, ugye, mert hogyha visszaüti, akkor ugye ott sokkal vagyok a H4 gyalogon, de futó üti G5 is jó volt, amire H üti G5 következett, ugye visszaütötte gyaloggal ezt a G5 futót, és erre király E7, ugye itt már nem is kell sáncolni, Kifejezetten jó lépés, és a hávon alatt akarja majd beduplázni fekete akár a bászait, vagy a vezérszány, ugye vezérbiat vagy vezér a 5 jönni előre. Király E7 következett, erre hosszú sánc, amire fekete megindult A5-tel. Szerintem amúgy vezér b6 C5 talán egy picit jobb terv lett volna, de ez is tökéletes jó terv volt. A3 következett. Én biztos, hogy b 5 b 4 jöttem volna, de A4 is egy elég jó lépés volt. Hát rögzítette a, a, az állást. Igen. El ne szaladjon a zsákmány. És huszár a kettőre, ugye ott a B4 mezőt akarta megfogni, erre vezér B6 következett, és vezér B4 sakkal ugye lecserélte a vezéreket, ugye úgy tűnik, hogy ez egy teljesen egyenlő állás, de a feketének sokkal jobb a végjáték. A vezér üti B4, huszár üti B4, következett én azonnal C5-öt téptem volna és nyitottam volna rá az állás, D üti C5-re, pedig Huszár üti C5, Huszár B6 ugye a gyenge c 4 gyalogra, vagy C4 pontra, ugye egy másik gyenge pontnak a megszállása. Király B1 következett, Huszár C4, Király A2, Király D7, ugye ennek az értelme B6-C5-tel szétrobbantani a centrumot, és itt azonnal vesztőt lépett, tehát itt nem bírta tovább a feszültséget. Idegettel. Világos B3 gyakorlatilag azonnal feladás, mert a üti B3, és ugye itt, hogyha bármit visszaütök, akkor Básty üti A3 megnyeri, úgyhogy király B1 jött, de erre Huszár üti A3, tehát ezzel az egy lépéssel gyakorlatilag három gyalogot Tembóval vesztett. A Fehér, király B2, Huszár C4 sak, király C3, Bástya H3, nagyon szép kötés létrehozása, Bástya D3 következett, és B2-vel ugye egy új vezér fenyegetett, Bástya g 1 visszament, de Bástya A3 után... Hoppá, Matóca. <laughs> igen, világos király kereste a helyét, de nem találta. Egy gyönyörű szép mattal fejeztük be. Néha ilyen partikat is érdemes nézni, nagyon jó stratégiai győzelem volt fekete részéről, és a gyenge mezők meg lehet nézni, az F5 huszár fantasztikus. Jól áll, meg a C4 huszár is teljes mértékben szedte szét világosnak az állását. Tehát Blahota professzor úr ebben a partiban bemutatta, hogy igen jól megtanulta a károkán védelmet és a pozíciójáték alapjait, igen. és a komoly pozíciós előnyét szép taktikai kombinációval váltotta matra. Ami dicséretet érdemel. Ezzel a ponttal sikerült a sportcentrumnak győzelmet aratnia a Debreceni Bajnokság kiskola ellen. Sajnos elérkezett a műsor idő vége. Tisztelt nézőink, remélem tetszettek a partik, és a, a bemutatott ö, sok kötletek, remélem önök is sokat tanultak, illetve felelevenítették az ismereteiket. Köszönjük akkor a figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!